távolról, de mégis közel, Isten áldjon meg benneteket, és remélem, hogy jól alakult eddig az ünneplés, még hogyha egy teljesen szokatlan mederben is zajlik, kicsit elszaparáltabban a barátoktól, szélesebb körű családtól, gyülekezettől, de akkor is hitben járunk, és nem látásban, és most nem látlak még benneteket, de örülök, hogy itt vagytok, és az Isten igényébe készen vagytok bekapcsolódni. Többen mondták, jelezték, hogy igazából miért is szükségesek ezek az ünnepek újból és újból ismételni, hogy megismétlődjenek évente ezek az ünnepek. Tudjátok, ennek egy nagyon fontos feladata van az ismétlődő ünnepeknek, hogy az ünnepek, amire emlékezünk, hogy azok az igazságok, azok újból a fókuszba kerüljenek. És most pedig Jézus Krisztus kereszthalála, feltámadása, az, ami kell, hogy a fókuszba legyen. Úgyhogy kérlek benneteket, gyertek, álljunk fel és imádkozni fogunk. Megköszönjük az Úrnak azt, hogy vállalta ezt a küldetést és győzelmet vett. Úgyhogy most imádkozni fogunk. Mennyei Atyám, hálát adunk neked azért a kegyelemért, ami adatott nekünk. Hálát adunk neked, Uram, az Atyának a jóságáért, aki a megmenekülés tervét, a megváltás tervét elkészítette, és köszönjük, Uram, hogy te vállaltad. Köszönjük, hogy végigmentél, mindhalálig engedelmes voltál, megaláztad magad, és köszönjük, Uram, hogy oda letetted az életedet. Uram, hogy ne a magadét éld, hanem egy olyan életet élj, Uram, ami értünk, ami rólunk szólt. Köszönjük, Atyám, és neked adjuk a dicsőséget, és felemeljük a báránynak a nevét, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, és a legdicsőségesebb név, és övé minden hatalom. Uram, köszönöm neked a küldetést, köszönöm, hogy vállaltad a halált. Köszönjük, Atyám, hogy föltámasztottad a fiút, és megdicsőítetted őt, és rányomtad a pecsétet az ő küldetésére. Uram, neked adjuk a dicsőséget a Jézus nevében. Amen. Így legyen. És szeretnének benneteket bátorítani akkor a húsvét kapcsán, még hogyha nagyon ki is kellett lépnünk a megszokottból, de újból hadd kerüljenek fókuszba azok az igazságok, amiről azt az útmutatást kaptuk az Isten igényébe, hogy mindaddig, amíg Jézus Krisztus visszajön, meg kell emlékeznünk azért, hogy itt a mindennapi élet fókuszai ne vegye el az örökkévaló, az odafelvalókkal való törődésnek a fókuszát, mert az itt létünk 60-80-90 év mulandó, és az ott létünk pedig örökkévaló. Tehát a feltámadásról emlékezünk, néhány igét szeretnék felolvasni, és ez alapján bátorítani benneteket. A feltámadás mit is jelent? Egy kicsit emlékezzünk meg arról, hogy mit jelent Jézus Krisztus feltámadása. Azt jelentette, hogy minden elvégeztetett, ami a megváltással kapcsolatos. Azt jelentette, hogy teljes a diadal a halál fölött, a bűn felett, a betegség fölött, minden ördögi dolog fölött, ami az emberiséget elkezdte lerombolni és tönkretenni. A feltámadás azt jelentette, hogy teljes volt a diadal, az emberiség ellensége, az emberölő felett. A feltámadás pedig még egy nagyon fontos dolgot jelent, hogy örök életünk van. A feltámadás az örök életről szól. És azért fontos, hogy ezeknek a tudatában éljünk. Mert a feltámadás az a mi győzelmünket is jelenti. Hogy mi is győzhetünk. A feltámadás az azt is jelenti, hogy minden kihívásban, amiben benne vagyunk, minden elvégeztetett, és minden problémára mennyei megoldás van. A feltámadás azt is jelenti, hogy egy örök életi mederbe vagyunk benne, annak a látható világban 60-70-80-90 év adatig, és utána folytatjuk a mi életünket, és mégis meghatározó ez az időszak, hiszen a hosszú távú irányvonalaknak a meghatározója ez a földi élet számunkra. Úgyhogy ebből jön a mi reménységünk, hogy Jézus Krisztus föltámadt, és Isten dicsősége adatott neki. Nagyon tetszik, ahogy Márta a János 11.24-ben hitvallást tesz, mikor Jézussal beszélgetnek Mária és Márta, és mikor Lázár meghal, és egy komoly családi krízis jött létre ott, Márta így válaszol, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal, is él. Nagyon tetszik az, ahogy kezdi Márta az ő hitvallását, nézd meg, tudom. Fontos, hogy
vannak dolgok, amiket ismerünk, vannak dolgokat, amiket hiszünk, és vannak dolgok, amiket fontos, hogy tudjunk, és a meggyőződésünk részévé legyen. Itt azt mondja, tudom, hogy feltámad a feltámadástól az utolsó napon. És Jézus emlékezteti, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, ha fizikailag meghal, de él az örökké valóságban és az örök létben. És a húsvét ünnepe hadd emlékeztessen, hadd mélyítse bennünk ezt a tudatot, hogy tudom, hogy ha feltámad a feltámadástól az utolsó napon, tudjuk, hogy a feltámadás erejében élhetünk, tudjuk, hogy a feltámadás győzelmében járhatunk, tudjuk azt, hogy a feltámadás az örök életről szól, és az örök életnek a tudatában éljük a mi mulandó napjainkat. És a feltámadás emlékeztet bennünket Jézus Krisztus győzelmére. Úgyhogy ahogy Márta ennek a tudatában élt, bátorítalak téged is, hogy ennek a tudatában éljél, ennek a meggyőződésében éljél. És ezért hívták a Lukás 20:36-37-ben egy különleges nevet adtak azoknak, képzeljétek el, akik tudatában voltak a feltámadás tényének, annak, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámad, és annak a lehetőségnek, hogy mi is föl fogunk támadni az utolsó napon, azoknak külön nevet adtak, nézzétek csak meg a Lukács 20:36-37-ben, sőt, meg sem halhatnak többé, mert angyalokhoz lesznek hasonlók, és Isten fiaivá lesznek, lévén a feltámadásnak a fiai. Tehát azok, akik tudják, hogy Jézus Krisztus meghalt és föltámadt, azokat hogy hívják? A feltámadásnak a fiai. Isten fiai lesznek, de a feltámadásnak a fiai is. Akik tudatában élnek, akik hirdetik a feltámadásnak az erejét, a mai napon történő átélhetőségét is, azok a feltámadásnak a fiai. És ez segít bennünket, hogy ennek a tudatában éljünk. De utána így folytatja még a Lukács, arra pedig, hogy halottak feltámadnak, már Mózes is rámutatott a csipkebokornál, amikor az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és a Jákob istenének mondta, ugye a Szent Háromság istene, Atya, Fiú, Szent Szellem, Ábrahám, Izsák, Jákob istene, az Isten pedig nem a holtaknak istene, hanem az ő élőké, mert az ő számára mindenki él. Az ő számára mindenki él, amikor a fizikai vonalon valaki meghal, az Isten számára él. Él az örökké valóságban, az ő lelke és az ő szelleme. Mert ő a feltámadás istene, ő az élőknek az istene. Úgyhogy erre bátorítalak benneteket, és így bevezetésül ezt szerettem volna nektek elmondani, hogy éljünk annak a tudatában, a feltámadás valóságában, a feltámadás erejében, győzelmében járjunk, és a feltámadás emlékeztessen arra a tudatra, hogy az örök élet valóságában vagyunk benne, és ez a földi élet egy fontos szakasza ennek az örök életnek, de lesz folytatása ennek, és Jézus feltámadt, és mi is föl fogunk támadni. Úgyhogy ne felejtsük el, hogy a feltámadás fiai vagyunk. Na de az alapige, amit szerettem volna olvasni nektek, már a vezetőknek pénteken beszéltem erről, nagyon rám terhelődött ezekre az időszakokra, a apostolok cselekedetei 4. része, 33. verséből fogom olvasni egyetlen egy verset, amire szeretnének bátorítani benneteket a mostani időszakra. Azt mondja, hogy az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Az apostolok nagy erővel tettek bizonságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Ez az egyetlen egy vers, ugyanúgy, mint nagyon sok vers a Bibliában néz, mert két részből áll. Van egy emberi oldal, és van egy isteni oldal. És nagyon tetszik, ahogy bemutatja ez az ige az emberi oldalt, és én úgy érzem a Szent Szellem által, hogy úgy érzékelem, hogy erre az időkre különösen igaz lesz az elkövetkezendő időszakra ez. Az apostolok az küldötteket jelent, és hiszem azt, hogy mindegyikünknek van egy egyetemes küldetése, hogy az embereket a hitetlenségből a feltámadotthoz vezessük. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonságot az Úr Jézus feltámadásáról. Erre bátorítok mindenkit, hogy készülj erre, hogy egyre több lehetőséged lesz arra, hogy apostolként, küldöttként kint mozogj a társadalom minden részébe,
és készülj arra, hogy nagy erővel, nagy meggyőződéssel, nagy mennyei erő támogatásával tegyél bizonságot az Úr Jézus feltámadásáról. Mert Jézus Krisztust a feltámadás tette mássá. Sok bölcs tanító jött, jöttek proféták, de olyan senki nem jött, aki meghalt, és az Atya visszahozta volna, és föltámasztotta őt, mint egy pecsétül, a mennyei pecsétet megkapta az ő küldetéséről. Tehát ez a mi feladatunk, hogy nagy erővel tegyünk bizonságot a feltámadottról. És amikor az Úr Jézus feltámadásáról bizonságot teszünk, megjelenik a feltámadásnak az ereje, ami meg tudja változtatni az embereket. Újjá tudja szülni, a bűnök, a terhét meg tudja oldani, az ördög igákat föl tudja szabadítani. És te is benne vagy ebbe a küldetésben, neked is adatod, nem csak a 12-nek, nem csak a néhány apostolnak, hanem mindannyian küldöttek vagyunk valakikhez, az ismerősökhöz, barátokhoz, szomszédokhoz, a munkahelyen, a társadalom amelyik szférájában mozogsz. Legyél küldött, és nagy erővel, nagy meggyőződéssel beszélj a feltámadás valóságáról, az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról. És meg fogod tapasztalni, hogy a feltámadás ereje meg fog jelenni a te bizonságtételed nyomán. Tehát ez volt az emberi oldal, és hiszem azt, hogy most ebben a karantén, ahogy le fog zárulni, reméljük minél előbb, és véget ér ez az időszak, ez a járvány is Isten kezében egy eke, egy olyan szántó eszköz, amik az emberek szívét előkészíti, megágyítja, megpuhítja arra, hogy az evangélium magját befogadják. És ahogy véget ér ez a karantén, az emberek szíve már sokkal jobb állapotban lesz, mint a karantén előtt volt. És ezért ez az időszak a mennyei Atya számára az az időszak, amikor fölszántja az embereknek a kemény szívét. És a kemény felületből egy lágyabb, egy befogadó készebb felületté válik az embereknek a szíve, és amikor te elmész majd, és nagy erővel teszel bizonságot a feltámadottról, akkor már a keménység nem fog lepattanni ez a maga kemény szívről, hanem be fogja fogadni a magot, és elkezdő gyümölcsöt teremni, és megjelenik a feltámadás ereje, ami által újjászületik az ember. És ezért legyél kész nagy erővel bizonságot tenni az Úr Jézus feltámadásáról. És ugye ennek volt az isteni oldala, ami pedig így szólt. És nagy kegyelem volt minnyájukon. Nagy kegyelem volt minnyájukon. Nagy mennyei támogatásba volt részük. Azok, akik hitet tesznek a feltámadott mellett. Akik bizonságot tesznek, akik hirdetik az Úr Jézus Krisztus halálát és feltámadását. Az evangéliumot úgy olvassuk, hogy nagy mennyei támogatás, nagy kegyelem jön az életükre. És én kívánom, hogy ezt tapasztald meg. Én nagyon sokszor átéltem ezt, amikor teljes meggyőződéssel a hitetleneknek beszéltem a feltámadottról, beszéltem Jézus Krisztus haláláról, akkor megjelent ott a mennynek egy atmoszférája. A Szent Szellemnek egy támogató ereje, megjelent ott az Istennek a dicsősége, ami bizonságot tett arról az üzenetről, ami az én számom keresztül kijött, egy bibliai üzenetről. És én kívánom, hogy átél te is ezt, amikor te hitvalló küldöttként nagy erővel bizonságot teszel az életed minden szakaszában az Úr Jézus feltámadásáról, számíts arra, hogy ott a nagy erő, a feltámadás ereje megjelenik. Nagy kegyelem volt mindnyájuk, mert a kegyelem az a mennyből jön. És egy nagy mennyei támogatás lesz az életünkön. Úgyhogy én így látom a jövőt, hogy ahogy most föl van szántva az emberek szíve, ebben a járványos időszakban egyre befogadóbbá válik a szívük. Úgyhogy legyél kész apostol lenni, legyél kész küldött lenni, legyél kész arra, hogy nagy erővel bizonságot tegyél a feltámadott Krisztusról, és számíts arra, hogy ott nagy erővel meg fog jelenni a mennek a támogatása. Olyan módon, hogy még te magad is fölépülsz, fölüdülsz, megerősödsz ebben, mert a menny dicsősége bizonyítani fogja, hogy az általad hirdetett üzenet az igaz és valóságos. Úgyhogy legyetek áldottak ebben, és legyünk készen arra, hogy nagy erővel képviseljük a mi generációnkban a feltámadott Krisztust. És a feltámadás ereje az utolsó idők eltorzult, bűnben eltorzult emberét is
ki tudja tisztítani, föl tudja szabadítani, újjá tudja szülni, egy új ember tud előhozni, és meg tudja dicsőíteni Krisztust ebbe. Úgyhogy ez a mi küldetésünk. Legyél te is küldött az Úr Jézus nevében. Küldetés nélkül az élet sivár, az élet szürke. Küldetés nélkül az ember lecsúszik a hétköznapi ember szintjére, de a küldetés az, ami fölemel bennünket egy teljesen más szintre, amit a mennyei atyánktól kaptunk, hogy mentsük meg az embereket a mennyei királyság számára. És úgy olvassuk a Abcsel 4.2-ben, hogy amikor az apostolok nagy erővel bizonságot tettek, sokan voltak azok, akik bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Tehát amikor nagy erővel bizonságot teszünk, két dolog történik. Az első, hogy nagy kegyelem volt mindnyájunkon, a menny támogatása a feltámadás ereje nagy mértékben megjelenik, de van egy másik oldala is a történetnek, hogy bosszankodtak ugyanis azon. A negatív szellemvilág pedig elkezd bosszankodni. Elkezdi bosszankodni azon, amikor hittel kihirdetik a küldöttek a feltámadott Krisztus dicsőségét. Úgyhogy ezzel ne foglalkozz. Ennek a tüneteivel is fogunk találkozni, hogy az ellenség bosszankodik azon, hogy a küldöttek kimennek, és nagy erővel bizonságot tesznek. De tegyed ezt, és a nagy kegyelem meg fog jelenni az életeden, és az Úrnak pedig van hatalma, hogy az ellenséget kordába tartsa, és téged pedig védelem alatt tartson. Úgyhogy ez a mi küldetésünk. Hadd legyen ez most a húsvétnek egy fontos üzenete, hogy legyél kész erre, mert egy aratás elé nézünk. Egy olyan aratás elé nézünk, ahol még olyanok is meg fognak térni, akikről tényleg nem gondoltad volna, és lehet, hogy néhányan olyanok is, akikre gondoltad volna, és lehet, hogy olyanok pedig nem fognak megtérni, akikre pedig úgy gondoltad, hogy már nagyon közel vannak ehhez. De egy aratás készülődik, és az aratás pedig mindig abból áll, hogy a küldöttek kimennek, és nagy erővel bizonságot tesznek. Az iskolában, a munkahelyen, az üzletben, a piactéren, az utcákon, a parlamentben, a bármilyen szintjén a társadalomnak. És nagy kegyelem pedig ott megjelenik. Az már nem a mi dolgunk, az csak élvezni fogjuk annak a dicsőségét, ahogy a mennyei támogatás megjelenik. Na, viszont még egy bátorítást szeretnék a második részében átadni nektek, mielőtt úrvacsorázunk. Amikor Jézus Krisztus meghalt, és mikor eljött a feltámadásnak a hajnala, az asszonyok voltak azok, akik kimentek a sírhoz, és keresték őt. Azért, hogy az akkori szokás szerint bebalzsamozzák az ő testét. Érdekes, hogy az asszonyok mennyire más terveztek, nagyon tiszteletre méltó volt, hogy ezzel kifejezték Jézus Krisztus iránt a tiszteletüket. De az asszonyok, azt tudjátok, mit terveztek? Hogy konzerválják a halált. De az atya nem ezt tervezte. Ő a feltámadást tervezte. És az asszonyok, mikor kimentek a sírhoz, akkor nem tudták konzerválni a halált, mert nem volt már lehetőségük. Mert az atya előttük járt, és már kihozta Jézust a sírból, és mire odaértek, a sír üres volt. Ott már csak kétféle csoporttal találkoztak, az őrökkel, akik ott voltak még, és az angyalokkal, és az őrök tele voltak félelemmel az angyalok miatt, mert ott megjelent ez a nagy kegyelem, az Istennek a dicsősége, a feltámadásnak az ereje. Csak gondolj bele, hogyha Jézus halálakor olyan erő jelent meg, hogy földrengés volt, olyan erő jelent meg, hogy többen föltámadtak. Hát mikor Krisztus föltámadt, milyen dicsőség jelenhetett ott meg. Nem csoda, hogy az őrök azt se tudták, hogy fiúk vagy lányok. Egyszerűen olyan félelem volt úrra rajtuk, mert ott megjelent a mennynek a dicsősége, a feltámadásnak az ereje. És amikor úgy olvassuk ebben a történetben, a Máté 28-ban, az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, szinte holtra váltak. Ugye ez a félelem, mikor totál gyötrelemmel jár, és lebénítja az ember teljes mértékben, azt mondja, szinte holtra váltak az őrök. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Figyeljetek, ez nekem nagyon tetszik. Az őrökhöz nincs üzenet, de az Isten keresőkhöz, a Krisztus keresőkhöz van üzenet. És ez mindig így van. És ez így lesz veled is,
hogyha keresed a feltámadott jelenlétét, hozzád lesz üzenete a mennynek. Ha keresed a feltámadott jelenlétét, lesz üzenete hozzád a mennynek. De az őrökhöz ők is ott voltak, az események részesei voltak, ők teljesítették a kötelezettségüket, de bennük nem volt egy istenkeresés. Nem volt a feltámadottnak a keresése, mint az asszonyokban. Az asszonyokban ott volt, mert aki keres, az talál. És az asszonyokhoz pedig így szólt az angyal. Nagyon tetszik ez az üzenet. Figyeljetek, ez így szólt. Ti ne féljetek. Mert tudom, hogy a megfeszített Jézus keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, hogy a feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Imé, megmondtam nektek. Nézzük meg, hogy mit mondtak az angyalok az asszonyoknak. Tehát csak nekik volt üzenet, mert ők keresték az Urat. Ti ne féljetek. Nem ezt mondta minden embernek, aki ott volt, hogy senki ne féljen, pedig ott jó néhány katona volt, akikről úgy olvassuk, hogy megrettentek, szinte holtra váltak a félelembe, de csak az asszonyoknak szólt ez az üzenet. Ti ne féljetek. Tudjátok, most is egy olyan helyzetben vagyunk, amit érzékelhető, hogy a világ fél. Elbizonytalanodott. Érzékelik, hogy valami olyasmi történik, ami még nem történt. Érzékeli mindenki, hogy ez a világ nagyon sérülékeny. Érzékeli mindenki, hogy a jövő talán nem is olyan biztos és kiszámítható, mint ahogy eddig a jólétben, az elmúlt évek áldásaiban, azt nagyon sokan gondolták. Az emberek sokan megteltek félelemmel. De akik az Urat keresik, azoknak azt mondja, hogy ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszítettet keresitek. És én ezzel szeretnék bátorítani mindenkit, aki most ebben a karanténban kárt szenved. Azt mondja az Isten igéje, hogy ti ne féljetek. Mert lehet, hogy kár esemény történik. Egyre többször találkozom emberekkel, akik elveszítették a munkahelyüket. És egy létbizonytalanság, egy bizonytalanság jött be az életükbe. Jézus azt mondja, ti ne féljetek. Vagy találkozom vállalkozókkal, akiknek el kellett engedni a munkásaikat, és egy nehéz vajudáson mentek át, annak a terhét hordozva, hogy 5, 10, 20, 50, 70, 80 családnak a megélhetése függ tőlük. És azt mondja nektek is az Úr, ti ne féljetek, még hogyha káresemények is történtek ebben az időszakban, ti ne féljetek, mert tudom, hogy az Urat keresitek. És tudjátok, aki az Urat keresi, lehet átmeneti káresemény az életében. És nem tudom, akár egészségügyi kár történt valakinél, vagy anyagi jellegű kár, vagy kapcsolati kár, vagy gyülekezeti kár. Nektek azt mondja az ige, hogy ti ne féljetek. Tudjátok, csak egy dolgot hadd idézek fel a Bibliából, hogy akik bíznak az Úrban a káresemények idején is, ott fantasztikus dolog történik. Ugyanis milyen kár érte az első gyülekezetet, amikor a császár eldöntötte, hogy szétzavarja a jeruzsálemi gyülekezetet. Volt ott egy nagyszerű gyülekezet, több ezer taggal, nagyszerű szolgálókkal, a 12 apostollal, diakónusokkal, kiváló emberekkel, pezsgett a gyülekezet, megtérők voltak, az Úr dicsősége volt ott, sok csoda történt. És egyik napról a másikra egy olyan üldözés jött a császári rendelet hatására, hogy ami jó volt, egy pillanat alatt eltűnt. A gyülekezet ahányan voltak, annyifele szélettek, és az a jó közösség, amit éveken keresztül építettek az apostolok, épített Krisztus a mennyből, ez a közösség egy pillanat alatt, néhány nap alatt összedőlt. Úgy olvassuk, hogy szinte senki nem maradt Jeruzsálembe, csak az apostolok maradtak ott. Na de az már elég, ha az apostolok ott maradtak, hiszen nekik bennük megvan az a kegyelem, hogy ami le van rombolva, az újból fölépül. És szeretném nektek mondani, akár
akár elveszítetted a munkádat, akár vállalkozóként szenvedtél kárt, akár egészségügyi kárt szenvedtél, vagy bármilyen területen történt. Figyelj, ez a romlás, ez a baj csak átmeneti, mert nézd meg, ott egy komoly krízisen mentek át, és tényleg nehéz lehetett Fülöpéknek, nehéz lehetett az ottani tanítványoknak látni azt, hogy az elmúlt évek fölépült, dicsőséges, áldott munkája egyik napról pillanatra megszűnik, véget ér, és lerombolódik. De figyelj ide, de akik az Úrral járnak, ez a lerombolódás, ez csak átmeneti. Ha megnézzük csak Fülöp életét, aki diakónusként hűségesen szolgált a Jeruzsálemi gyülibe, de ezen a szétrobbantáson keresztül az ő élete egy teljesen új szintre került, és ezen a leromboláson keresztül egy új szintre került az élete, és már látjuk, hogy egy sokkal nagyobb kegyelemmel bíró evangélistaként szolgál Samáriába, szolgál a környékbeli területeken, és városok tömegei térnek meg, és változik meg az életük. És figyelj, akik az Úrral járnak, ha kár esemény is történik az életedben, szeretném mondani, hogy ti ne féljetek. Ne féljetek ettől, hanem bízzatok az Úrba, mert a bennetek lévő Krisztus át fog segíteni ezen a krízisen, és magasabb szintre fogtok jutni, mint előtte voltatok. Ez a mélység áldása. Innen itt voltunk, lemegyünk a mélységbe, és mikor kijövünk, magasabb szinten jövünk ki. Ugyanígy történt annak idején azon a nagy krízissel, ami volt Jeruzsálemben. Tönkrement az a gyüli. De tudod, nagyon sok gyülekezet alakult a környékbeli városokba, egészen messzire, Antiókiáig, Samáriáig, elmentek a jeruzsálemi testvérek, az üldözés elvitte őket. De tudod, mi történt? Később Jeruzsálemben újra alakult a gyülekezet. Sőt, az még dicsőségesebb lett, még nagyobb lett. És a szétzavart testvérek nem szenvedtek kárt. Egy krízisen, egy nehéz, érzelmi, idegi ponton átmentek, de magasabb szintre jutottak. Mert akik diakónusok voltak, azokból evangélista lett. Akik csak néhány emberre volt hatással, azok százakra, ezrekre lettek hatással. Mert ez a krízis az áldásukra vált, és érzem a Szent Szellem, hogy bátorít engem, hogy bátorítsanak benneteket, hogy az ige nektek szól, hogy ti ne féljetek. A világ félhet. A világ félhet. Legyen a félelem gyötrelme alap, de segítse ez a világot arra, hogy az Istenhez forduljon. De nektek, akik ismeritek az Urat, akik a feltámadottat keresitek, ti ne féljetek, bármilyen káresemény is történt, bármennyire nem látod a káresemény közepén, hogy mi lesz a jövő, de bízz az Úrba, mert győztese leszel ennek a helyzetnek. Ha az Úr veled van, ki lehet ellened? Az a káresemény, az egy átmeneti, a váltásnak az időszaka, és győztese leszel ennél a helyzetnek. Tehát ti ne féljetek. Azt mondja az angyal a Krisztus keresőknek. És utána így folytatja, mert tudom, hogy a megfeszített Jézus keresitek. Aki a Krisztust keresi, annak nincs mit félnie. Aki az Úr vezetését keresi, annak nincs mit félnie. Hiába történtek káresemények, nincs mit félnie, mert az Úr kezében van a jövő. És vannak helyzetek, amikor a kontrollt elveszítjük, Jézusnak is le kellett tenni az életét az Atya kezébe, de az Atya hűséges volt. És minden, ami az ő kezébe kerül, az átmegy a feltámadáson, átmegy az Isten dicsőségén, és egy új szinten jön elő. Ugyanis Jézus letette az Atya kezébe az életét, és egy új szinten jött elő. Mennyei testtel, dicsőséges testtel, feltámadottként. Ugyanígy lesz a te életedben is. Ezért te ne féljél. Egy alacsonyabb szinten, hogyha káresemény ér téged, ne féljél, mert az Úr dicsősége elő fog hozni egy új szinten téged. És azt mondja az angyal, nincsen itt, mert feltámadt, amit megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Ezek az asszonyok ott voltak, amikor Jézus temetése is volt. Ott voltak a keresztre feszítésnél. Tudták, hogy abban a sírban helyezték el. És megnézhették, hogy ott valami tényleg történt. Egy természet fölötti beavatkozás történt. Ugyanis amikor Isten beavatkozik, ott a halálból élet lesz. A halálból feltámadás lesz. A nehéz helyzetekből dicsőséges helyzetek lesznek. És van itt egy mondat, illetve két dolog, amire még szeretném fölhívni a figyelmeteket, mielőtt turvacsorázunk.
nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. És így fejeződik be ez a szakasz, imé megmondtam néktek. Figyeljetek, azzal a hittel és annak a tudatában éljünk mindannyian, hogy megvan írva a Bibliában, hogy Isten nem cselekszik addig, amíg ki nem jelenti az ő cselekedeteit. És hogyha van fülünk a hallásra, halljuk, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek, mit mond személyesen nekünk, minden stratégiai dolgot előre megmond nekünk. Igényeld ezt a kegyelmet, és figyelj arra, amit előre megmondott. Az a baj, hogy a tanítványok nem figyeltek erre. Jézus 3-szor, 4-szer, 5-ször fajsúlyosan beszélt arról, hogy ő neki meg kell halni, és hogy föl fog támadni. Fajsúlyosan beszélt a királyságának az eljöveteléről. De a tanítványok előtt, mintha egy homály, egy lepel lett volna. De figyelj ide, amint megmondta, Isten mindig az alapján cselekszik, amit megmondott. Előre kijelenti a dolgokat, és utána kezd el cselekedni. Ezért legyél te is halló távolságban. Igényeld, hogy neked is megmondja a jövőddel kapcsolatos eseményeket. Adjon neked belátást abban, hogy mit cselekszik az Atya. És ő, Isten pedig hűséges, hogy mindig az alapján cselekszik, amit megmondta. És mi volt az utolsó útmutatása az angyalnak? Azt mondja, menjetek el gyorsan. Mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, és ott meglátják őt. Ma ez nekünk ugyanígy hangzik. Menjetek el gyorsan, mondjátok el mindenkinek, hogy Jézus Krisztus feltámadott. Tehát ugyanoda lyukadunk ki, ahol elkezdtük, hogy az apostolok nagy erővel tettek bizonságot Jézus Krisztus feltámadásáról. Az angyal ugyanezt mondja nekik. Azt mondja, menjetek el gyorsan, mondjátok meg mindenkinek, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy. Jézus most nem Galileába ment. Ott még a feltámadás után elment Galileába, fölment a hegyre, és onnan ment a mennybe. De Jézus előttünk ment a mennyeknek az országába, hogy helyet készítsen. Előttünk ment, és majd ott meglátjátok őt. És ez a mi reménységünk, hogy mi is meg fogjuk látni őt. Kétféle módon fogjuk meglátni őt. Vagy úgy, hogy itt a földi életünk véget ér, és meglátjuk majd az ő dicsőségét, vagy pedig az elragadtatáskor, hogyha még élni fogunk, meg fogjuk látni a teljes dicsőségben, az angyalokkal, trombita szóval, a mennynek a jelenlétével a feltámadottat meg fogjuk látni. És az angyalok ezt az üzenetet adták a tanítványoknak. És ez az üzenet mind a mai napig érvényes. Imé megmondtam néktek. Jézus semmit nem cselekszik, amit nem mondott volna meg előre. Megmondta. Ott van a Bibliában leírva. Megmondta. Megmondta nékünk. És én hiszem azt, hogy nem csak globálisan jelenti ki, hanem a te személyes életedre is meg akarja neked mondani. És én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy szinte az életem minden fontosabb eseményét előre megmondta a Szent Szellem. És föl tudtam rá készülni. Előre megmondta. És igényel te is ezt a kegyelmet. Mert ő előre megmondja. Egy része benne van a Bibliába, hogy tudjad, hogy mire számíts, hogy jön az elragadtatás, megmondta az utolsó időkkel kapcsolatos eseményeket, ott van leírva, ne érjen meglepetésként, előre megmondta néked. De meg akarja neked mondani személyesen is. Vezetni akar téged. A magánéletedben, házassági, családi dolgokban, anyagi dolgokban, a vállalkozásaidban. Előre meg akar mondani dolgokat, meg akar mutatni dolgokat, hogy tudjad, hogy mi a helyes irány az életedben. Úgyhogy hadd legyen most ez a húsvéti üzenet mindegyikünk számára, és menjünk el gyorsan, mondjuk el mindenkinek, hogy Jézus Krisztus föltámadt, és előttünk ment. Most ott van már a mennyek országában, előttünk elment, de mi is megyünk utána. És ott meg fogjuk látni őt, és az ő dicsőségét, és részünk lesz a bárány mennyegzőjében, részünk lesz egy örökkévaló közösségben. Hogyan? Úgy, ahogy megmondta nékünk. Ne felejtsd el, ő mindent megmond előre. Mert semmit nem cselekszik, mielőtt ki nem jelenti. És akinek van füle a hallásra, az meghallja. Úgyhogy, kedves gyülekezet, legyetek áldottak a húsvétnek az áldásával, és halljuk meg ezt az üzenetet, ami elhangzott. És nem egy hétköznapi helyzetben vagyunk, hiszen egy teljesen az egész világ szokatlan helyzetbe került,
de azt hiszem, hogy az utolsó idők eseményei között lesz néhány szokatlan esemény, úgy, ahogy előre megmondta, de akkor is legyünk készen, hogy hirdessük a feltámadottat, mert egyetlen egy üzenet van, ami túl fogja élni ezt a földet. Ez a feltámadott Krisztusról szóló üzenet. Mert ez a föld, ez tűznek van föntartva, ítéletnek van föntartva, ahogy előre megmondta, de minél több ember még részesülni kell ebből a kegyelemből. Ezért ti ne féljetek, ahogy előre megmondtam, mert ha bármilyen káresemény is ér, akik az Úrban bíznak, akik ővele járnak, azok a káresemények csak átmenetiek, és magasabbra fogsz kerülni, és győztese leszel ennek a helyzetnek. Hogy ezzel a hittel nézd a jövőbe, és ne bizonytalanodj el, ne adj helyet a reménytelenségnek az Úr Jézus nevében. Atyám, és én hálát adok az én testvéreimért, hálát adok, Uram, a fiatalokért, Uram, és tölts meg őket élő reménységgel, és tölts meg bennünket tűzzel, hogy a feltámadott erejéről tudjunk bizonságot tenni a magunk lehetőségei szerint. Atyám, hálát adok a családokért, hálát adok, Uram, a munkavállalókért, a vállalkozókért, az egészségügyben dolgozókért. Uram, mindenkiért, Uram, akik most a közjavára cselekszik. Uram, áldást mondok az életükre a Jézus Krisztus nevében. Uram, áldást mondunk az Úrnak a nevében. És Uram, megáldjuk a mi nemzetünket. Uram, rövidíts meg ezt az időszakot. De azt kérem, hogy a te terved teljességgel valósuljon meg. Uram, mindaz, amit te terveztél, az legyen meg. A te akaratod valósuljon meg ebben az időszakban. Teljességgel. A Jézus Krisztus nevében. Ezért most megáldjuk a mi nemzetünket. Megáldjuk határon belül és határon kívül. Megáldjuk és szólunk ennek a vírusnak, hogy állj le. Szólunk ennek a gonosz dolognak, és megkötjük ezt az Úr Jézus Krisztus nevében. És felszabadítjuk Budapestet az egészségre. A vírusmentes időszakra fölszabadítjuk a mi nemzetünket, fölszabadítjuk a határon túli magyarokat, az Erdélyben lévőket, a Vajdaságban, Kárpátalján és a többieket is, a Nyugat-Európában élőket is, fölszabadítjuk a Jézus nevében, és Uram, kijelentjük, hogy komoly károk ne történjenek a mi népünk életében, egészségileg is, az Úr Jézus Krisztus nevében, és Uram, megáldjuk azokat, akik ebben az időszakban hallani fogják a trombitát, és el kell menniük. Uram, megáldom azokat, akik most közel kerültek a halálhoz, a halál árnyékában vannak. Uram, hadd jelenjen meg a feltámadottnak a kegyelme. Uram, imádkozom most azokért. Uram, akik most itt Magyarországon, vagy a környékbeli országokban el kell menniük a földről. Uram, készítsd fel őket. Szent Szellem, menj közel hozzájuk, hogyha eddig nem hittek. Az utolsó pillanatokban hadd kiáltsák Jézus Krisztus nevét. Uram, emlékeztesd őket arra, amiket az életük során már hallottak az evangéliumról. Uram, imádkozom, hogy el ne vesszenek, hanem örök életük legyen az Úr Jézus nevében. És Uram, megáldjuk a 60-70 éves, 80 éves embereket, akik ebben az időszakban különösen veszélyeztetettek. Uram, imádkozunk most őértünk. Kérünk egy erős védelmet rájuk. Megáldjuk az idős otthonokat, az öreg otthonokat, a 17. kerületbe is, és más városokba is. Megáldjuk az öreg otthonokat. Uram, a te angyalait különös védelemmel vegyék körül a Jézus nevében, és megáldjuk, Uram, a családokat, megáldjuk a Jézus Krisztus nevében, békességgel és örömmel, és Uram, legyen védelem az Isten népén, legyen védelem a mi nemzetünkön, legyen védelem a határon túli magyarságon, legyen védelem a Jézus Krisztus nevében, és Uram, minden jó, amit ebből az időszakból elő akarsz hozni, mi hívjuk ezt elő. Gyertek, hívjuk elő, mert hiszem, hogy Istennek jó tervei vannak ezzel az időszakkal. Uram, hívjuk elő mindazt a jót. Uram, hogy a kemény szívek összetörjenek. Uram, hogy ami nem volt megbecsülve, az meg legyen becsülve az elkövetkezendő időszakban. Uram, minden jót hívunk elő, amit elkészítettél erre az időszakra, hogy előhozd. És Uram, áldást mondunk a te népedre, az Úr Jézus nevében, és áldást mondunk a mi nemzetünkre. Uram, és megáldjuk azokat, akik most a frontvonalon vannak, az egészségügyi intézetben, a különféle munkahelyeken, megáldjuk őket isteni védelemmel, erővel, bátorsággal és mennyei kegyelemmel.
az Úr Jézus nevében, és Szent Szellem készíts fel bennünket a küldetésre, hogy tudjuk mi is gyorsan, ahogy az angyal is mondta, menjetek el, és mondjátok el, hogy Jézus Krisztus föltámadott. És Uram, hadd jusson te hitre egyre több ember ebben a népben. Legyetek áldottak, és ti ne féljetek. Amen. Így legyen. Ti ne féljetek. Most pedig meg fogjuk erősíteni a feltámadottal való szövetségünket. Dicsőség Istennek azért, hogy megtiszteltettünk azzal, hogy szövetségbe lehetünk. Jézus Krisztussal, feltámadottal, és ennek a szövetségnek a jele az úrvacsora. Remélem ott van előkészítve nálad is, meg fogjuk újítani ezt a szövetséget. Mert tudjátok, akik szövetségben vannak az Úrral, ha bajba kerülnek, nem csak ők vannak bajba, hanem az ő szövetséges társuk is. És hogyha az Úr bajba van, ő elkezd cselekedni, és a javunkra fordítja mindezt. És mielőtt úrvacsoráznánk, készítsétek ezt elő, a kenyeret. Fölolvasom az 1 Péter 1.18.21-et. Ez is úgy kezdődik, tudván. Emlékeztek, hogy kezdtük a mai ige hirdetést? Mártának a hitvallásával. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. És itt is egyfajta tudatot akar az ige belénk építeni. Nézd meg, mit kell tudnunk, hogy nem veszendő dolgokon. Ezüstön vagy aranyon váltottatok meg. Mi az ezüst? Mi az arany? Veszendő dolog. Az atyáiktól örökölt hiába való életmódotokon, hanem drága vérem, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, a Krisztusnak a vérén. Amikor úrvacsorázunk, nagyon fontos, hogy tudjuk, megerősítjük ezt a tudatot magunkba, hogy nem veszendő, mulandó, földi dolgokon történt a mi megváltásunk, hanem Jézus Krisztus letett élete. Az ő megtört teste és a báránynak a vére, ami nézd meg milyen volt? Drága, hibátlan és szeplőtelen. Drága, hibátlan és szeplőtelen báránynak a vére. A Krisztusnak a vérén. És így olvassuk tovább. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztott, de az idők végén megjelent, meg ti értetek, aki általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És dicsőséget adott neki, hogy a hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Ugyanígy van mi velünk is, hogy akik hisztek Istenben, ugyanúgy, ahogy Krisztus feltámasztotta a halottak közül, mi is a feltámadásnak a fiai vagyunk. És dicsőséget adott neked, neki, mi is dicsőséget fogunk kapni a mennyek országában. És ezért a hitetek reménység, azt olvassuk, hogy a hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. A reménység az nem szégyenít meg, a reménység a jövőről szól. És ezért így mondja Péter, tisztítsátok meg a lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, a képmutatás nélküli testvéri szeretetre, egymás kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Úgyhogy most mondjunk egy megvallást, hogy kezünkbe veszük a kenyeret, hogy megtisztítjuk a mi lelkünket Jézus Krisztus vére által. Mennyei atyám, mondjad bátran, köszönöm neked azt a kegyelmet, amit Jézus Krisztus által kaptam. Köszönöm, hogy megtöretett az ő teste. Azért, hogy én éppé legyek. Köszönöm, hogy most vehetem a feltámadás erejét, a gyógyulásnak a kenyerét, ami a fiaké, ami a feltámadásnak a fiaié. És köszönöm, hogy örökségem van Krisztusban. És tölts be engem Szent Szellem erővel, élettel, és a feltámadás dicsőségével. A Jézus nevében. Amen. Ahogy a kezünkbe veszük ezt a kevés bort, ami Jézus Krisztus vérére emlékeztet, úgy olvastuk,
hogy nem ezüstön vagy aranyon váltattunk meg. A legnagyobb értéked nem materiális dolgokban van. A legnagyobb értéked az a megváltás, amit Krisztusban kaptál. Hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Tehát amikor iszünk ebből a pohárból, Jézus Krisztus vérére emlékezünk, ami megtisztít, megigazít és védelem alá helyez. Úgyhogy így fogyasszuk el most, és vegyük át hittel, hogy elfogyasztjuk, hogy ez megtisztítja az egész testünket, lelkünket, szellemünket. Vírus mentesíti, démon mentesíti, bűn mentesíti. Így fogyasszuk most el ezzel a hittel, a Jézus Krisztus nevével. És az van megírva, hogy Ábrahám, amikor találkozott Melkisédekkel, aki a feltámadott Krisztus volt, akkor ő bort és kenyeret adott neki. Úrvacsorázott, szövetségre lépett vele, és utána megáldotta őt. És én most szeretnék áldást mondani, és a vége pedig az volt, hogy ő pedig tizedet adott mindenből, hálaadásból, a megváltás gyümölcseképpen. A megváltozott gondolkozás gyümölcseképpen. Hadd mondjak egy áldást, atyám, én hálát adok neked azokért, akik megváltottak drága vérem. Köszönöm, Uram, hogy a mi bűneinkre nem emlékezel, hogy meglettek bocsájtva. Köszönöm, Uram, hogy a mi gyarlóságunk meglett tisztítva. Köszönöm, Uram, és hálát adok neked ezért. És Uram, én áldást mondok a megváltottakra, a te gyermekeidre, a feltámadás fiaira. Én áldást mondok rájuk. Uram, a te védelmedet szólom az életükről, hogy minden betegség meggyógyuljon az életükbe. Áldást mondok, hogy minden vírus és gonosz dolog távol maradjon tőlük. Áldást mondok, Uram, hogy sikerre vezesd az ő életüket. Áldást mondok, hogy ez az időszak jó dolgokat hozzon elő az életükbe. És Uram, minden negatív dolog, vagy nehéz dolog, ami történik, Uram, mi kijelentjük, hogy az a javunkra lesz, az az áldásunkra lesz, és bele kényszerít bennünket egy új szintre, a Jézus Krisztus nevében, ahogy a jeruzsálemi gyülekezet is egy új szintre kerül, az üldöztetés által. Uram, így legyenek áldottak a testvéreim, hogy a bajok áldásokba forduljanak az Úr Jézus nevében. És Uram, megáldom a te népedet bátorsággal, hittel, élő reménységgel, megáldom a te népedet azzal a kegyelemmel, ami csak egyedül a mennyből jön. És Uram, a te békességed nyugodjon meg rajtunk, a te szereteted újuljon meg rajtunk, a tisztaság szabaduljon fel bennünk. Ezért legyetek áldottak az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Így legyen. És bár most korlátozottak a lehetőségeink, de éljük meg ezt az igét. Tehát bort és kenyeret vitt elé. Ő megáldotta, Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből. Mi volt ez a tized? Az Isten tiszteletének, szeretetének a jele. Az áldás elfogadásának a jele. Ugyanis tudjátok, semmilyen kapcsolat nem működik a kölcsönös adásvevés nélkül. Ebben a kölcsönös adásvevésben legyél te is benne. A házassági kapcsolat kölcsönös adás, az Úrral való kapcsolat kölcsönös adásvevés, az üzleti kapcsolat kölcsönös adásvevés. És adja meg az Isten, hogy tudjunk venni a mennyből, és tudjunk adni egy részt abból, amivel mi rendelkezünk, amivel Isten megáldott bennünket, ezzel kifejezve a mi hálaadásunkat, a mi tiszteletünket, a mi engedelmességünket. És most is van erre lehetőség, hogy ne hanyaguljuk el a tized és az adományokat. Azt mondja Mikás, hogy ne lopjuk meg az Urat ezzel. Ezért, hogyha van lehetőséged, átutalással tedd meg ezt. Hálaadással, az Isten iránt való tisztelettel, és az igének való engedelmességgel. És hogyha erre nincs lehetőséged, akkor pedig rendszeresíts egy borítékot. Nálunk ez eléggé gyakori a borítékos rendszer, mikor különféle pénz alapokat teszünk azokba a borítékokba, és ezt nem lehet másra költeni. Úgyhogy mostantól, amíg a karantén időszak van, is egy ilyen borítékot, egy vagy kettőt, egyikre a tized, a másikra az adomány. És rendszeresen az Isten, mikor imádkozol, add át, hogy kölcsönös adásvevésben tudjál lenni a te mennyei atyáddal. És már megnyílik erre a lehetőség, amikor ezeket a borítékokat be tudod tenni
az Úr Jézus nevében. És hogyha valaki vidékről vagy határon túlról szeretné átutalni az ő tizedét a gyülekezetének, csak jelent, tüntesse fel, hogy még gyülekezetnek tized vagy adomány, és minden hónap végén a hálózatnak a számlájáról a helyi gyülekezet meg fogja ezt kapni. Úgyhogy legyetek áldottak ebben, és bátorítalak benneteket, hogy élvezzétek ezt a hűség húsvéti ünnepi időszakot. Holnap húsvét másnapján is lesz igei bátorítás este 6 órától. A feltámadásról bátorítalak, ha csak teheted, vegyél részt ezen holnap este 6-tól. A Pax TV-ben délelőtt is lesz Isten tiszteleti közvetítés az Omega gyülekezet részéről. Úgyhogy kapcsolódjatok ebbe bele, és kedden pedig folytatni fogjuk a Biblia tanulmányozást. Szerdán alfázni fogunk az új testvérekkel, és pénteken pedig megint a Filippi Levél Biblia tanulmányozását folytatjuk. Bátorítalak, hogy szakíts erre időt. Kedden és csütörtökön este 8-tól, tudjátok, mert nem csupán az a célunk, hogy a Filippi levelet átnézzük, ez egy nagyon fontos cél, de az a célom, hogy megtanítsalak benneteket az igének a tanulmányozására. Ugyanis látom, hogy sokan ilyen tanítás, olyan tanítás, ebben jók vagyunk, de ez csak az egyik lábunk, hogy hallgatjuk a tanítást. A másik láb az nem sekélyesedhet el a személyes közösséged az Isten igéjével, hogy olvasod, elmélkedsz felette, tanulmányozod, és a Szent Szellem közben kijelent neked személyesen dolgokat. Tanácsol téged, útbaigazítást ad. Úgyhogy ezért vegyél részt ebbe a Biblia tanulmányozásba, hogy közelebb kerüljön hozzád az ige, és amúgy Pál apostol karantén leveleit tanulmányozzuk, most a Filippi levelet, és fantasztikus tartalma van ennek a levélnek. Úgyhogy várlak kedden és pénteken este 8-tól erre a Biblia tanulmányozásra, hogy közel jöjjön hozzád az ige. Úgyhogy legyen egy áldott jövő hetetek, örülünk, hogy együtt lehettünk, még ha csak hitáltal is, nem látásban, de hiszem, hogy nem sok eljön a látás ideje is. Isten áldjon meg mindenkit, jó pihenés mindenkinek. Áldott húsvétot!